Szervusztok, OTDK-zók! Köszöntelek titeket a legújabb videónkban. A következő közel egy percben azt fogom nektek bemutatni, hogy a Szent István Egyetem főépületének környékén milyen szolgáltatási egységeket találtok meg. Erre azért is van szükség, hiszen bár a rendezvény ideje alatt az étkezés és a szállás biztosított számotokra, lehet, hogy bármire esetleg szükségetek van ezekben a napokban, és így fontos, hogy minél közelebb találjátok meg ezeket a helyeket. Nos hát nézzük is végig egészen az egyetemnek a környékét. Első körben már említettem nektek, hogy egy parkoló található a főépület mellett az élelmiszerüzletnél. A következő képen pedig láthatjátok, ahogy Konrád a közeli élelmiszerüzlettől integet, rálátva egyébként ott van egy nagyon szép parkos környék a szolgáltatási egységek között és az egyetem mellett. Ahogy körbe tekintünk a szemünkkel, látszik, hogy hol van a gyalogos átkelőhely, és hamarosan megpillantjuk a szolgáltatási egységeknek az épületét, ahol gyógyszertárat, lottózót és postát fogtok találni. Most már itt állok az egyetemi gyógyszertár előtt, ami az első szolgáltatási egység, és nagyon közel van a főépülethez, ide tudtok menni, hogyha bármire szükségetek van. Illetve itt van még a kis posta, az egyetemi posta is, hogyha esetleg ennek a szolgáltatásaira lennétek kíváncsiak, illetve erre lenne szükségetek. Nézzétek, és majd járjátok be az egyetem környékét, ahol nagyon szépen virágosítva, illetve parkosítva van a környék. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!